Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Srácok, beszélgessünk egy kicsit magunkról, gémerekről, a játékokról, amiért játszunk, a hogyan, hogyan változtak meg a játékok, és a cél, amiért játszunk vele. És szeretném a komment szekcióban leírni, ha leírnátok azt, hogy ti mit gondoltok ezzel a témával kapcsolatban, amit hamarosan, ugye az elkövetkezendő percekben fogunk ki beszélni, úgy gondolom, hogy egy érdekes téma lesz. Sokszor azon kapom magam, hogy nézgetem egy játéknak a Battle pass mert az most már nagyon népszerű dolog, de ha egyszerű példát akarok felhozni, például a Kodnak a Battle pass vagy a battlefield volt a Battle pass -e, vagy a Warframe-nek a Nightwave, éké Battle Pass eh, szisztemjét, vagy akár a Division 2, mostanában ezekkel a játékokkal játszom gyakrabban, és mindegyikben van egy Battle Pass eh, szisztem, és sokat gondolkodom ezeken a skineken, tudjátok? És, és ott néz a új ilyen skin szerezhetsz a fegyveredhez, olyan skin szerezhetsz a karakteredhez, ilyen ízű szerzel meg, és nézegetem, nézegetem a szinteket, és azt kurva, úgy vagyok hogy nekem az kell, nekem az kell, azt az ki kell farmolja, azt ki kell rúsít, és elkezdek eszeveszettől játszani, és lépegetni akarom azokat a Battle pass szinteket, mert hogy ez limitált idő, egy hónapig tart egy Battle pass, és akkor azt nagyon gyorsan meg kell szerezni, mert hogy aztán ki tudja, hogy mikor jön újra be, ha egyáltalán újra bejön. És nem bírom uh, visszafogni magamban azt a gondolatot is, hogy érzést, és azt az érzést, hogy ez rossz. Nem, nem, ez, ez nem jó. Miért akarom ennyire kétségbe esetten kifarmolni azt a battle past? Igen, tudom, természetesen függőség, a játékok nagyon alapoznak azokra a függőségekre, de mégis ez egy olyan dolog, amit az ember tudattal tud. Digitális tartalomról beszélünk. Oké, okay, a játék önmagába véve az egy művészi alkotás, amiért szívesen adok ki pénzt. A digitális tartalom éké betölpeszek valamilyen szint, illetve nem semmilyen, tehát minden szinten egy művészi alkotás. De hogyha úgy nézzük az egész játékot, vagy Battle Pass, ha úgy nézzük valójában nincs értéke a Battle pass, battle pass a játékban, és most csak ezekről a dolgokról beszélünk, nincs értéke, mert nem ad semmit hozzá a játékot hoz. Egyesek talán vitatkoznának ahhoz, hogy játék élményt adnak hozzá, meg hogy tetszik, hogy kinéze. Igen, ez egy harmadik személyű kinézetű, tehát RPG játékban ez, ez, ezzel jól néznek, jól látod a karakteredet, de mondjuk egy Call of Duty ahol nem látod a karakteredet, nem kurvára mindegy. És mégis sokunk kétségbe esetten próbálják kifarmolni azt az értéktelen valamit, ami nem nyújt semmilyen játék felemelkedést, nem teszi jobban a cuccodat, nem teszi erősebbé a fegyveredet, nem nyújt semmiféle előnyt a jövőre, a jövőre tekintve, ahogy haladnál előre a játékban, csak jól nézel ki tőle. Le a a művész előtt, de az értéke az adott játékban mondjuk a Battle Pass kineknek, amit sokan, olyan sokan óhajtunk, az annak nincsen semmiféle értéke. És itt jön a képbe, a videó cím ugye a rossz okokért játszunk, a rossz indokért játszunk, a rossz élményért játszunk, mert az elmúlt években, amiatt megjelentek a mikrotranzakciók, battle pass és a többi, és az ingyenesen elérhető, de pénzér is megvásárolható cuccok, azóta valahogy a gamerek és ez a, alól magam sem vagyok kivétel, azóta a gémereknek a játékban keresett élménye a rossz irányba fordult, legalábbis úgy gondolom én. Mert nem azért játszunk, hogy élvezzük a játékot, hanem azért játszunk, hogy kiformuljuk a következő skint, a következő battle pass szintet, és, és másért nem, is sokszor... Ülök magam előtt, és, és ú, miért is, miért is, mi, mi, mit is csinálok itt? jó ja, persze, a Warframe-ben a Nightwave-et formolom, a Warframe Battle pass -ét. És, de, mi, de miért is? Mit ad az, ami, amire nekem onnan szükségem lenne úgyisten igazából? Mitől leszek én attól jobb, hogy azt most kiformulom, Miben segít ez nekem a játékba, és hogyan teszi élvezetesebbé a játékom? És hogyha ezekre a kérdésekre a válaszom sehogy akkor nagyon rossz célért játszom. Régen azért játszottam, hogy nevessek egy jót, hogy adrenalinom legyen, és főleg azért, hogy adrenalinom legyen, ugye bár és olyan helyzetekbe és világokba kerüljek be, amelyek lenyűgöztek, és valahogy, és ez nyújtotta ugye a szórakoztatást. A Call of Duty-t régen az adrenalin miatt szerettem, a taktika miatt, a, mert jobban bele tudtam magam élni régen, nem, ugye a fegyverekbe, a fegyvermechanikákba, ahogy lőnek, a szépségébe, a művészetébe, annak a játéknak, a történetébe, a single playerre került a sor. A Warframe-be azért merültem bele, mert hogy modok, és modolás, és kihívás, és magas szintek, és régen ugye nem voltak ennyi skin, mint amennyi most, egyikbe sem, egyik játékban sem. Aztán megjelentek ezek a Battle Pass és mikrotranzakciók és az ingyenesen elérhető cuccok kategóriába, és ezek régen benne voltak a játékba, értitek? Tehát ahogy haladtál a játékkal, feladottál egy új rohát. Tegyük fel, erre az egyik legjobb példa a régi Assassin's Creed 2, ugye, egy CEO-val ahogy felszabadítjuk Rómát, ha jól emlékszem, hogy ahogy felszabadítjuk Rómát, úgy jutunk hozzá új ruhákhoz, egy skinekhez, fegyverekhez, és, és, így haladunk a játékkal. A skinek bár mellékesek voltak, és ez a lényeg, mellékesek voltak, a skinek mellékesek voltak, de feloldottad úton útfélen, valamikor a játéknak a közepe felé felfedezted, hogy jé, ilyenek is vannak. És Örültél neki? Tehát amikor felfedeztem, hogy jé, ezio jót újra lehet öltöztetni, jaj, de jó, pum-pum-pum-pum, pum, öltöztettem, és utána mentem tovább a története. Semmi ö, más célt nem szolgált, jól néztem ki, láttam a karakteremet, ennyi, el volt döntve. Régen ilyesmi a shooter világokban, hogy skinek, meg karakterek, mint most a, a Call of Duty-ban van, ilyen nem létezett, szóval, és mégis valamiért teljesen élvezetes volt a játék. A kihívás miatt, az élmény miatt, a művészet miatt, amit beletettek azok az adott készítők. És ez régen így volt helyes. És ez a játékélmény mostanra úgy érzem a gémerek között, ez nincs meg. Az a legjobb, aki a leggyorsabban farmolja ki a Battle Pass-t. What the fuck? Hol marad a játékélményed? Érted? Már most kodban meg akartam szerezni, és most őszinte leszek, Battle pass láttam egy fegyverskin, ú, nekem az kell, nekem az kell, nekem az kell. Sőt, hát igazából egy fegyver prototíp, egy fegyvertípus volt, hogy ez skinnel megállni, ú, nekem az kell, nekem az kell, és azon kaptam magam hogy már 5 órája nyomom, ott grindolok, hogy lépkedjön minél gyorsabban a szinteket, mert hogy mindjárt lejár a, season pass, és akkor úristen, gyorsan-gyorsan, mindjárt lejár a harmadik szezon, és gyorsan-gyorsan nyomni kell, és meg kell lépni ezeket a szinteket, és így, bitch please, én nem ezért kodozom, nem ezért játszom, és így azon kaptam magam, hogy úristen, na jó, hogy ki kell kapcsolom a játékot, és kikapcsoltam a játékot, konkrétan ugye 11 órával a season harmadik szezon lejárta, előtt elmentem lefeküdni a rákba, mert ezért nem, nem szabad. Aztán reggel fölkeltem, hogy láttam, hogy jött egy ilyen kis újságpassz, hogy elhalasztják a, a, a season 4-nek a izéjét, és akkor, hát akkor jó, akkor most már formoljuk ki, értitek, mert elhalasztották a season 3-ot. De a, azon kaptam magam, hogy a rossz célért játszom. Nem minden játék ilyen, és, és talán kérdezhetetek, hogy melyik az a játék manapság, most manapság, ami ami, hogy is mondjam, kielégíti azt a célt, hogy a játék élményért játszottam, és ez egy szubjektív, személyes dolog. És számomra például a Division 2 nyilbeüti azt a, azt a dolgot, ami nem arról szól, hogy lépkedjük a Battle Pass szinteket, meg sem vettem a Battle Pass-t, kezdjük ott, csak azt, ami ingyenesen elérhető volt a Battle pass de nem azt néztem, a Battle Pass-ban, hogy hú, lépkednem kell a szinteket. Tudtam, hogy ha játszom a játékkal, játéka előbb-utóbb kidobja azt, amire szükségem van. A Division úgy van megcsinálva, ha játszol a játékkal, előbb-utóbb meg lesz az a skin, előbb-utóbb meg lesz az az adott fegyver. És a különbség még ott, hogy vannak természetesen olyan skinek, amit csak rendes pénzért vásárolhatsz meg, és az így is van. Ennyi a mostani legtöbb játékban, hogy hozzam a kontrasztot, arról van szó, hogy igen, pénzért is megvetett, de a játékban is ingyenesen elérhető, ha legalább 500 órát formolsz érte. Értitek? És ezért van ez, úgy gondolom, hogy sok játékos, hát ingyen is el lehet érni. Én akkor most elkezdem nyomni, és ingyen is el fogom érni. Mert hogy nem akarunk pénzt költeni, mert hogy ott legbelül tudjuk, hogy nem ér semmit, de tetszik maga az a, tetszik a koncepció, tetszik az a skin, meg szeretnéd szerezni, de pénzt nem akarunk rá költeni, mert hogy tudjuk, hogy nem ér semmit. Igen, és, és úgy vagyok vele, hogy a Division 2-be azokért a skinekért, bár szebbé teszik a karakteremet, és ingyenesen úgy sérhetők el, akkor tök mi hát pénzt nem fogok költeni valami olyasmiért, ami amúgy sem éri meg, és amit dobajáték, játék, az dob. Ráadásul minden olyan cuccot dobajáték játék elérhetően, ö ahol amit nem kell megvásárolnod, nem tudsz előrébb haladni vele, ami cuccnak statjai vannak, azt előbb-utóbb dobni fogja a játék. Szóval a játék játszása közben megszerzed a skineket is, vagy a hozzávaló alkatrészeket a skinekhez, továbbá kidobja a vágyott OP-cuccokat, és nincs se csalás, se ebből a szempontból. Amit pénzével vehetsz, meg csak pénzével vehetsz, meg kiformolni nem formolhatod, meg amit kiformolhatsz, azt meg ki fogja dobni a játék. Továbbá a játék, Elég nagy kihívás tud lenni ahhoz, hogy adrenalint és gondolkodást váltson ki belőlem, továbbá elég szarlútot is tud dobni ahhoz, hogy még inkább gondolkodás váltson ki belőlem, hogy hogyan tovább de ez csak egy példa volt, nem a division akarok beszélni, csak úgy, és, és, gondolkodtam sokat, hogy miért akarok a division játszni, miért húz vissza mindig a szívem, és azon kívül, hogy a bildelés és challenge, tehát kihívás a pálya, azon kívül azt, mert hogy egy igazságos, és lehet, hogy félre látom, ki tudja, de egy igazságos ilyen mikrotranszakciós részleget látok, és úgy érzem, hogy ha valamit nem szerzek meg, abban a játékban nem maradtam le Semmiről, mert előbb-utóbb ki fogja dobni, és semmit sem késő megszerezni. Szóval a kérdés az, azt kell feltennünk, és megválaszolnod magadnak, hogy te miért játszol? A betölpeszért játszol? Akkor fasza, akkor élvezed a játékot. De hogyha te azért játszol, mert hogy meg akar szerezni egy skin-t a betölpeszben, az nem biztos, hogy jó ötlet. Mert kétlem, hogy annyira élveznéd a játékot, mint amikor a játék kihívásáért, élvezetéért, vagy művészi jellegéért játszol azzal az adott játékkal. Amint mondta az kérdések a videó elején, hogy azokra a kérdésekre nem a válasz, hogy a kihívásért játszol, ugye az élményért játszol, a művészi értékért játszol, az játék, ezekre a kérdésekre nem a válasz, vagy a haverokért játszol természetesen, hogy ezekre nem a válaszod, akkor ott valami baj van. Az a játék nem korrekt. Sőt, és fogok is hamarosan videót csinálni egy ilyen játékról, manapság a játék azért készül, hogy te betölpeszt, grindolhass, vagy vásárolhatsz. Erre van egy tökéletes játék példa, uh, Crucible névre hallgat, uh, beszélni fogok róla egy másik uh, videóban. De a mobil játékok például, ugye, és most már a PC, konzol játékos, játékok is, meg van csinálva egy alapjáték, egy alaptérkép, egy alapfeladattal, de az egész arra fókuszál, hogy te mikrotranzakciókat vásárolj, vagy BattlePass szinteket lépeges, és ezzel erősítsék a függőségedet, vagy relevánsá tegyük a játékunk, játékokat. Szóval, éké. Kiad, kiadunk a kezünkből egy trash játékot, kevés tartalommal, de egy tökéletes pass szisztemmel. A Battle Pass viszem kényszeríti belőled ugye a, a, függőséget, te úgy játszál ezzel a játékkal, de hát csak egy pálya, egy, egy feladatot kell csinálni, és ezt kéne csinálni órákon és órákon keresztül. Majd hozzáadnak egy kis tartalmat, hogy visszatérj. És majd megint adnak hozzá egy kis tartalmat, és visszatér, hogy rele 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 relevánsá tartsák a játékot, e és hogy folyton adnak hozzá tartalmat. Mindig a játékhoz visszatérnek az emberek, vásárolnak betölpázt, vagy farmolják a betölpászt, és mindig csak így csöpögtetnek, Pontosan, mint a Dragosoknak, egy kevés, 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 keveset mindig csöpöktetnek oda a szánkba. És és ez rossz. Ez az, ami, amikor tudod, hogy ez így van, és azt hiszem, hogy nagyon egyértelmű minden gamernek, amikor egy játék azért készül, hogy battle pass szinteket eh, lépeges, eh, akkor ott kell hagynod azt a játékot, tehát nem szabad azzal a játékkal játszanod. Ha a játékban te nem találsz kihívást, élvezetet, vagy semmilyen művészi értéket, ezek közül ha valamelyiket nem találod meg, ott kell hagynod azt a játékot, főleg a kihívás részt. Mert az a játék azért készült, hogy te pénzt költsél és betöpász szinteket lépeges. Sok játék manapság egy ez csak ezért a szimpla dologért készül, hogy az emberek pénzt csinálják belőle. De nagy ritkán egy-egy játék kitör ebből a sivár sivatagból, mondjuk így, és nevezhető esetleg játéknak, hogy később azzá válik, de addig azon játékok elől menekülni kell. Ezek nem játékok, hanem arra szolgálnak, hogy ez az, az adott valaki, ki megalkotta az játékot, csak pénzt csináljon vele, amivel rendjén is van, és az, aki ezt beveszi, az, az maradjon is ott, és annak jó is legyen, de azt hiszem tisztán látni kell, hogy mely játék csak a pénzedet akarja elvenni, és valójában semmit nem akar adni cserébe. Nagyon nagyon köszönöm a figyelmet. Hát kommentelj, ha egyetértesz velem, dobj egy lájkot, iratkozz fel a következő videóig. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!